Dave! Mit csinálsz? Ó! Nem fogod elhinni, mi történt. Szilvia néni meghalt, és örököltünk. Nem. Szilvia néni meghalt, és nem örököltünk. Nem. Howard és Rachel elválnak. Mi? Ez komoly? Howard és Rachel? Igen. Boldogan kéne élniük, a gyerekeik felnőttek és elköltöztek. Végig kefélhetnék a házuk összes szobáját. Tudom, és nem értem. Tudod, hogy ez mit jelent? Ha Darren és Ursula elválnak, mi leszünk az egyetlen házas pár a környéken. Nyertünk! Hogy mit? Szexet ugyanazzal a nővel. Egy életen át. Téged ez egyáltalán nem zavar. Nem hát. Ők voltak a példaképeink. Mikor ide költöztünk, olyanok voltak, mint akkor mi. Akkor se zavar. Mi és mi van, ha mi is úgy végeztük, mint ők? Kicsim, nyugodj meg, mi jól megvagyunk. Tényleg? Ők is megvoltak. Ugyan, nyugi. Mi együtt csináljuk végig a bulit, oké? És egyikünk se keres annyit, hogy megengedhetnénk magunknak, hogy elváljunk. Ez igaz. És hogy is tudnék elhagyni egy ilyen romantikus pasit? Na ugyan, köztünk megmaradt a szerelem, a bizalom, a szenvedély. Egy csapat vagyunk. Ez igaz, mi jól megvagyunk, ja, tök jól. És a vállásuknak semmi köze hozzánk, azt se tudjuk, mi a gond velük. Igen. Én arra tippelek, Rachel elhanyagolt a Howardot. Úgy hallottam, csak hetente háromszor, négyszer volt hajlandó. A te helyedben jobban tepernék, nehogy beüssön a krat. Igazán? Én meg arra tippelek, hogy ha Howard nem keresett eleget, a te helyedben jobban tepernék, tudod, nehogy beüssön a krak. Mi az a táska? Már megint elszöksz itthonról? Nem, csak átmegyek Brendáékhoz. Brenda, Brenda. Egy jó apa emlékezne, melyik ez a Brenda. És mit fogsz csinálni Brendáéknál? Részletes programot. Jó, elmegyünk a plázába vásárolni, meg fiúzni, de egy fiú se nyúlhat hozzám, aztán Brendáékhoz megyünk. Megbeszéljük, hogy drogoznunk kéne, mert a szüleink megőrítenek minket, de nem veszünk be semmit se. Aztán videózunk és lefekszünk. Egyedül. Rendben? Rendben. Vasárnap mit csinálsz? Szia, apa. Már megint a gondolataiddal akarsz tárgyakat mozgatni. Csak arra készülök, hogy felhívjam Chloe-t. Érett dögös csaj. A könyvtárban találkoztunk. 16 éves. Jól van, követtem a csajt a könyvtárba. 9 sarok. Mégsem vett észre. És megadta a számát? A Braille részlegnél találkoztatok? Mi a pálya? Ne már, csak kötözködöm. Belét kötöttem. A csajozós pasik ilyenek. Kötözködnek. Na, hívd már fel. Jó napot, Chloe-t keresem. Nem, köszönöm. Nem szeretném, ha Jézus vére lemosná a bűneimet. Apa, ez szerinted 7-es vagy 9-es? Szerintem ez egy 0. Ennyi esély van rá, hogy ez az igazi száma. Nyugi! Már megint csak froclisztalak. A belevaló pasik ezt csinálják. Ne szívd merre! Tényleg megadta a számát, és én megadtam neki az enyémet. Egész biztos fel fog hívni. Ja, tuti. Meglátod. Ez tuti, hogy ő lesz. Tessék. Szióka! Nagyon örülök, hogy hívtál, és hadd mondjam el. Az a Ruci nagyon szexi. Hé, anya, a nagyi az. Szia! Szia! Mizus! Ó, semmi. Vagyis Howard keresett, meghagyta az új számát, és le is írtam. Tényleg? Hol a cetli? Már kidobtam. Miért? Többé szóba se állunk Howarddal, döntenünk kell, és mi Rachelt választjuk. Miért pont őt? Mert a barátnőm. De van egy csomó más barátnőd. Igen, de ő az egyetlen, aki délután is szokott borozgatni. Ha a válásnál nem Rachel kapja a Yankees bérletet, én Howardot választom, mert a barátom és kedvelem. Howardot Rachelen keresztül ismertük meg. Én Rachel támogatom. Jó, oké, akkor a tiéd Rachel, az enyém meg Howard. Legalábbis addig, míg vissza nem adja a brazil popok DVD-ket. Nem akarom, hogy Howarddal barátkozz, drágám, érted? Rendben, oké, de sose feledd, hogy egyszer nekem is volt egy barátom. Nehogy felvedd! Nehogy felvegyétek! Majd én engem keresnek! Hello! Mindjárt. Apa a Hillary-t. Mit akar? Honnan tudjam, de fogd rövidre. Fontos hívást várok. Tényleg?
Hívni fog! Halló! Szia, apu! Mi történt, Hillary? Honnan hívsz? A baleseti sebészetről. Elestem és megrándult a bokám. Semmi baj, nyugodj meg, jó? 10 perc és ott vagyok. 10 percnél kicsit tovább fog tartani az út. Melyik hülye plázába mentetek? Ó, plázát mondtam, Siturára gondoltam. Mi a pálya? Felmegyünk a hegyekbe. Én miért nem mehetek? Hillary kórházban van. Ha te is oda akarsz kerülni, nyaggass tovább. Mi? Hillary jól van? Igen, csak síjelés közben kiment a bokája, semmi baj. Larry, te vagy a főnök. Tényleg? Aha, de hadd áruljak el valamit. Figyelem, rejtett kamerák vannak mindenütt a házban. Oké? Bárhol előfordulhatnak. Ültök, nézitek a tévét, és közben a tévé is néz titeket. Sose lehet tudni, ne is próbálkozzatok semmivel, mert úgyis megtudom, barátocskáim. Megtudom. Egészen biztos, hogy fiú van a dologban, tuti. A csajok nem mennek síelni azért, hogy síeljenek. Figyelj csak, Steven, hosszú út áll még előttünk, lazíts, gondolj inkább valami másra. Rendben, jó ötlet. Jól van. Mi legyen a büntetése? Ha? Van egy ötletem, leborotváljuk a fejét. Ha? Úgy majd nem kell a srácoknak. Majd megállunk borotva habot venni. Tudod mit? Inkább hagyjuk, hab nélkül csináljuk. Figyelj csak, van egy ötletem, játszunk reccám kitalálóst. Nézd, Ohio-i! Már eddig is játszottunk, hogy kínozzuk meg Hillary-t? Annyira jó büntetéseket tudsz kitalálni. Emlékszel, mikor ráadtál Mike-ra egy pólót, ami nezált, ami fekalszar, és azt mondtad, kiteszed Harlemben? Rögtön megette a kelbimbót. Tudod, mi jutott eszembe? Gyakrabban ehetnénk az étkezőben, egyáltalán nem használjuk ki. Hé, hey, neked meg mi bajod? Semmi, mire gondolsz? Olyan furcsa vagy. Nem vagyok. De igen, mi a hézad? Mondd el, mi a hézad? Semmi, semmi. Mondd el, mi a gond? Megvan a recept, amit Viki, mondd meg, mi a gond? Semmi, mondd el, nincs, mondd el, semmi gond. Tudni akarom, cukrot? Mi van. Mondd el, mi folyik. Jó, nem akarom, van, rendben, hogy... oké, mondd rendben. Már. Megengedtem Hillary-nek, hogy elmenjen. Házi háború. Nehogy felvedd! Majd én! Engem hívnak! Tessék! Igen, Larry vagyok. Chloe! Öcsém, de jó, hogy hívtál! Jól vagy, olyan furcsa a hangod. Mert olyan furcsán érzem magam. Eszembe jutott el, és most az egész testem visereg. A te tested viszont fájni fog! Nem dőlök be még egyszer. Ne légy már hülye, itt állok előtted. Halló? Chloe? Tudtam, hogy hívsz. Remélem, a rejtett kamerák felvették. A szüleim nem lesznek itthon ma este. Van kedved átjönni? Ó, a barátnőddel, Ashleyvel vagy. Ó, hát sajnálom, talán máskor. Elnézést kérek, csak azt akartam mondani, hogy az egyik barátom is itt lesz. Miért nem jöttök át hozzánk mindketten? Bulizni! Zsír! Szia! Mi a fenét csinálsz? Csajt szerzek magamnak. 16 éves! Király? Akkor nem kell betanítani. Eldöntötted anélkül, hogy velem megbeszélted volna? Igen, de ne haragudj. Tudom, hibáztam. Hányszor kell még bocsánatot kérnem? Nem tudom, de ennyi nem elég. Végig azt hajtogattad, hogy egységfrontot kell alkotnunk. Nem tudtam, hogy magadról és Hillary-ről beszélsz. Nekem miért nem szóltál róla? Mert csak csipcsup hülyeségnek tartottam. Tudtam, ha szólok neked, nemet fogsz mondani, mint mindig. És semmi kedvem nem volt 2 órán át ezen vitatkozni. Hát most megkaptad, mert a kocsi út 3 óra, befürödtél. Figyelj, 16 éves és rendes lány. Érted? Ideje megbíznunk benne. Ha az anyám rájön, hogy hazudtam a sítóráról, meg fog ölni. Hidd nekem. Csak Hillary meg a barátnői mentek, és Harmony anyja. Fiúkról szó sincs. Rá fog jönni, hogy egy fiúval voltam, mert a nyakam ki van szívva, vörös, mint a rák.
Téma lezárva. Rendben. És ki a gardedám? Az is egy sál? Még az is lehet, hogy ennek a Harmoninak az anyja narkós. Ne legyél már ennyire paranoiás. Szerinted az egész világ összeesküdött ellened? Oké, tudom, mi legyen. A szüleid nem ismerik Harmony anyját. Megkérjük azt a nőt, hogy csináljon úgy, mintha ő lenne az. Aha. Szerintem is jó ötlet, hogy Harmony anyjának lőtt sebe legyen. Mm-hmm. Tudod, mi a te bajod, Dave? Mindenkiről rosszat feltételezem. Igazán? És tudod, a te bajod mi? Igen, hogy hozzád mentem Blake Newman helyett. Nem, az az én bajom. Jesszusom! Miénk az egész ház, és a csajok átjönnek! Mindegy, mit csinálsz, csak kérlek, Léci, a csillagok háborújáról ne beszélj, oké? Okay? Vagy lézerkardot simogatunk csajok helyett, érted? Fejezd már be! Nem fogom elszúrni, érted? Jesszusom, ők azok! Most jó? Megszűnt a rendszerhiba? Igen, vége. Szia, Chloe! Örülök, hogy eljöttél. Sziasztok! Szia, Ashley! Ő meg a barátom, Mike. Hello! Szia! Nem vagy túl nagy. Kicsi a bors, de erős, baby! Ó, te jó ég, drágám! Ezt művelte veled az anyád. Elengedett erre a sítúrára, és most tessék, gyakorlatilag béna vagy. Hadd abba, csak egy ficam! Honnan tudjam, hogy csak egy ficam, mert te azt mondod, hogy hihetnék neked? Igazad van. Az ápolók, az orvosok, a röntgentechnikus mind összefogtak, hogy a lányod ne kapja meg a megfelelő ellátást. Hát, ha rajtad múlik. Gyere, drágám. Irány a szállás, szedjük össze a cuccodat. Nem kell, azt majd én hazaviszem. Nem, megköszönöm Harmony anyjának, hogy vigyázott rátok. Majd én átadom, hogy köszöni. Harmoninak nincs is itt az anyja. Harmony nem is létezik. Te hazudtál nekem? Jaj, ne. Most megkapom. Még jó, hogy már a sürgősségén vagyok. Miért rágtál be így? Mindenről te tehetsz. Szép példát mutattál neki. Tudod mit? Jobb, ha többé nem szólunk egymáshoz. Remek! De ha szólnánk, tudod, mit mondanék? Nekem igazam volt, te tévedtél, én okos vagyok, te nem. Ki kell mennem. Hol van az orrcsepp? Hogy hol van az orrcsepp? 4 óráig egy szót se szóltál is, ez az első mondatod. Jól van, átfogalmazom. Hol az orrcsepp, te hazudós hazug? Mindet elhasználtam, és direkt nem szóltam, ha? Jó. Ücsörök, csak olvasgas. Azon mélázol, Howard és Rachel miért válnak el, igaz? Nem gondolod, hogy azért, mert folyton átverték egymást? Hazudoztak, titkolóztak egymás előtt, ha? Mondtam, hogy sajnálom, bocsánatot kérek. Nem akartam veszekedni, de úgy tűnik, te ezt szeretnéd. Felkészültél? Ó, de felám! És emlékszel, amikor te a 10 éves fiat pénzéből ruccantál át Atlantic Citybe? Vicky tud róla? Erre nem voltam felkészülve. Na és akkor, megdupláztam a pénzt. Ez még csak a jéghegy csúcsa. De én mindig megbocsátottam. Igen, hagytam, hogy megúzd. Erre én egyszer hibázom, és te napokig morogsz. Egyszer hibáztál? Honnan tudjam, hogy titokban mit csináltál még, ha? Mi más takargatsz még előlem, ha? Ezek itt igaziak? Igen, azok. És unják, hogy matatod őket. Bocsánat. Én kérek elnézést. Jó reggelt! Már akinek ez jó reggel. A diványon kellett aludnom. Rémálmaim voltak, hogy a házasságom csupa hazugság, és én fuldoklom az anyád hazugságaiban. Ó, várj! Ez a valóság! Mi a baj, baby? Ki kellene cserélni a pelusodat? Aszta! Ha így folytatják, kifuradhatom az orrom. Hé! Hey. Hová mész? Nem kell mindenről beszámolnom neked. Jól van.
Howarddal találkozom. Emlékszel rá? A haverom, aki dobta a barátnődet. Akiről azt mondtam, nem találkozom vele. Találkozom, csak nem mondom el neked. Épp most mondtad el! Mert meggondoltam magam. Larry, milyen ez a póló? Én biztos nem venném fel. Remek. Mit csinálsz? Ashley beugrik. Azt hiszem, bír engem. Mi? Ezt nem hiszem el. Chloe azóta nem hívott. Még az e-mailjeimre se válaszolt. Az a helyzet, hogy... Figyelj, Larry. Ashley azt mondta, hogy Chloe szerint kissé... éretlen vagy hozzá. Igazán? Hát majd meglátjuk, Ashley mit gondol rólad, ha meglátja a pókemberes alsónadrágodat. Először is Batmanes, érted? Batmanes! Másodszor, ha Ashley megnézi az alsónadrágomat, teszek rá, hogy mit gondol. Érted, mi a bajom ezzel? Honnan veszi, hogy nem engedtem volna el Hillary-t síelni? Minden olyasmit pártolok, ahol a lányomon több kiló ruha van, és olyan gyorsan halad, hogy nem érik utol. Azt hittem, a válásomról fogunk beszélgetni. Apám, nem csoda, hogy Rachel elhagyta. Folyton csak magára gondol. Ezt nem fogod elhinni. Ezek után Rachel volt pofája engem szekírozni, mintha ő még soha se hazudott volna. Ó, ez pont olyan, amikor Howard csak állt ott. Aha, szabadat ne felejtsd, el akarom mondani, míg friss bennem az élmény. Vickivel van bajod? Rachel, amióta csak ismerem, hazudott nekem. Először is. Nem is Rachel a neve, hanem Ann. Tudni akarod, mi az igazi árulás? Figyelj csak, Howard, elég késő van, haza kell mennem. Azzal kezdődött, hogy letoljta, mit írok fel a bevásárló listára. 3 éve nem ettem csokis műzlit. Aztán 3 hónappal ezelőtt vett egy csíkos inget, pedig tudja, hogy attól kijön az epilepsziám. Az a nő ki akar nyírni. Ugyan, szerintem eltúzod a problémát. Hozzám vágta a halkés Dave. Akkora erővel, hogy felsértette a bőrt itt a vállamon. Wow! Fogalmam sem volt róla, hogy ilyen gondjaitok vannak. Ó, a java még hátra van. Nem is tudom. Ha nem lenne ilyen forró fejű, egész jól kijönnénk Dave-vel. A te férjednek legalább van véleménye. Howard egyszerűen olyan teszetosza. Azt hiszem, egyszer sem emelte fel a hangját az egész házasságunk alatt. Tényleg? Hogy én azt mennyire bírnám? Nem tudom, Vic. Gáz, ha szex közben meg kell kérdezned, elmente. Azt hallani kéne. Jézus! Minket már többször felhívtak a szomszédok, hogy zárjuk be az ablakot, pedig zárva volt. Ja, tudom. Mi voltunk azok? Sajnálom. Csak van valami, amivel megmenthetitek a házasságot. Már mindent megpróbáltam, de Howard olyan passzív. Fogalma sincs, hányszor próbáltam megferrázni, hogy tegyen végre valamit a házasságunkért. De semmi sem működött, míg aztán végül... Megmondtad, hogy válni akarsz. Lefeküdtem az öccsével. Szia. Gyere ide. Tök hülye vagyok. Dehogy is, hallgass már. Én vagyok a hülye, tévedtem. Nem, én tévedtem. Bocsánatot kértél, és nem bocsátottam meg, ne haragudj. Sokkal inkább egy ilyen férj, mint akit senki sem érdekel. Szeretlek, érted? Szeretem, hogy nem vágott hozzám a halkést. Én is szeretlek, és nem akarok lefeküdni az öcséddel. A francba. Gyere csak ide! Hová mész? Nem mehetsz el itthonról. Soha! Maradj a szobádban, míg kitaláljuk, milyen büntetést érdemelsz. A te helyedben nem mosnék hajat, mert úgyis leborotválom a fejedet. 20 perc múlva fenn vagyunk. Inkább legyen 1 óra. Jaj, ne, mit csinálsz, Azt mondtad, ki akarod használni az ebédlő asztalt. Szia, Ashley. Szia, Larry. Mondd meg Chloe-nak, üdvözlöm. Baromira érdekli.
Egyébként, Ashley, egy 13 évesen randizol. Mi? 13 éves vagy? Nem, így már neki, ne! Bizony, így igaz. A tavalyi hatodikos évkönyv. Oh. Mike olyan édes, ahogy a tornasorban kidobósozik. Szerencsét, hogy nem a fürdődadrágos képet mutattam neki. Rági, nézd!